arad. Örök magyar gyász szép arája. Feléd suhamma sóhajunk, feléd. Ki élsz sötétben és némán, az árva maros mentén, mely zúg magyar zenét. Geszler Tamás, a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanulója, Juhász Gyula Arad című versét mondta el a Percelek temetkezési helyén tartott megemlékezésen. Az ünnepi beszédet ebben az esztendőben Tóth Bence történelemtanár tartotta, megemlékezve az aradi tábornokok hősieségéről és hazaszeretetéről. Kiemelte, a magyar történelem oktatás súlypontos elemei azok a nemzeti katasztrófák, melyekből a magyarok vesztesként jöttek ki, mégis erős nemzeti edzették ezek a sorscsapások. Mindig csak a rossz, a negatív dolgokra emlékezünk, csak azokat emeljük ki. Gondoljunk csak bele, miket ismerünk általában a magyar történelemből. A magyarság kikapott Merseburgnál, vereséget szenvedett Augsburgnál, Muhinál a tatársereg győzte le Mohácsnál a török. Elbukott a Rákóczi, és épp úgy a 48-49-es szabadságharc is. Vereséget szenvedtünk az első világháborúban, a második világháborúban, és még az 56-os forradalom is hamvába holt. Ennek ellenére mégis itt vagyunk, a Kárpát-medence legerősebb, legnagyobb létszámú nemzeteként. Továbbra is meghatározó szerepet töltünk be a Kárpát-medence, és gyakorlatilag ezzel egész Közép-Európa, és talán egész Európa történelmében is. De miért is lehet mindez? Azért, mert az imént felsorolt, mondjuk így, vesztes csaták, forradalmak, szabadságharcok után a magyarság mindig fel tudott állni, mindig erőt tudott belőle meríteni. Az eseményekben nem maga a tény, a győzelem vagy a vereség ténye a fontos, hanem hogy a magyarság ezekből a történésekből levonja a szükséges következtetéseket, és ezek üzenetére koncentrált. Ezt az üzenetet pedig nem csak megértette, de beépítette az életébe, beépítette a mindennapjaiba is. Mire is emlékezünk a mai napon? Mi 1849. október 6-a üzenete számunkra? 170 évvel ezelőtt, október 6-án egy heroikus és csodálatos szabadságharc bukott el. Hiszen október 6-án az aradi vár udvarán, a bressai hiéna hajnó parancsára a forradalom és szabadságharc 13 tábornokát végezték ki. Közülük 4-et golyó általi halálra ítéltek, ezzel megkegyelmezve nekik. 9-et azonban rablógyilkosok és köztörvényes bűnözők módjára, vitófára, kötél általi halálra ítéltek. Azonnap történéseiben mégis az a legérdekesebb, ahogyan ezek a férfiak kiálltak oda, és emelt fűvel vállalták a sorsukat, hiszen tudták, hogy az, amit cselekedtek, amit tettek, az sem a későbbi korok ítélete, sem a jog, sem pedig Isten törvényei szerint nem volt bűn. Sok száz évnyi szenvedés és tűrés után végre felemelte a szavát, és azt mondta, hogy elég volt, hogy Magyarország a magyaroké, hogy Magyarország a szabadság és a jog földje, és hogy ezt az ősi rendet helyreállítsák a Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén. Ezért képesek voltak kiállni, fegyvert fogni, és akár az életüket is feláldozni. Ha már azzal kezdtem, hogy emlékezünk, hát erre emlékezzünk. Az ünnepség záró motivumaként a város vezetői és a társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés és a tisztelet koszorúit.